وعدم نالو ساشوا لمشالا دانتان هاوانتا سايلا سالوا باركوا اودامز ماناي Tudok aludni. Ne viccelt, és ez mire jó? Üdvözlök mindenkit. Nézem, hogy hova hozott engem ide vissza. Ez itt micsoda? Nyitott jutalomre. Van ilyen. A jutalom akár egy olyan hely, ahol extra nyersanyagokat és tárgyakat tárolnak számodra. Keresd az ikont a térképen. Amelyek ingyen, előjösen távol, hogy ide kerülnek, amikor igényt tartozza előjösen, hogy a népességed növekszik, szájra a gyűjtő, minden nap új tárgyakat fog hozzáadni, hogy építed a kunyhóját, beleértve a stb. Jó. Oké, és most mi van innen? Innen valamit vegyek el? Ez mi? Állatbőr. Ez... Az jó, nem nagyon vágom egyébként, mert itt igen állatbőr, ezek kovakő, de ezek az enyémek, nem? Ezek nálam vannak. Szerintem. Egy köteg átadása. Jó, hogy én ezt valahova át tudom tenni. Nincs hátizsákom. Szerintem eddig hagyjuk, mert nincsen igen, egyetlen tétel, egy köteget. Hát én szerintem viszem magammal eddig, mert ezeket én gyűjtögettem eddig, szerintem. Oké. Okay. És most hol vagyok? Alvóhely. Érdekes helyen vagyok. Hol van a csajszí? Nézzük már a térkép. Hát itt vagyok egyébként, csak jó, hogy ez nekünk a barlangunk. Hát igen, itt vagyok, ide akarok majd menni vaddisznót vadászni, meg egy nagy vadászat, mert ezt kéne még, ezt a kettőt. Vaddisznó az mire van? Azt vadászati nehézség közepes. Ez vadászati nehézség könnyű. Oké. Okay. Vadászat leszedett állatok. Hát olyan még nincs. Ez mi? Befejezett utazás. Egy. Igen. Udamerőd. Hát ilyen erődökben nem voltam még. Vannak valamilyen nagy szörny maszterek. Nem tudom. Fegyverek feloldva. Hát szerintem ezek is még hátra vannak. Nem érdekes. Ez gyűjtemények. Nem tudom. Hát most már egyre inkább attól tartok, hogy hogy fogok én innen kimenni, mert nem nagyon látok itt fegyverek. Vagy ja, erre van a kiút, akkor megleszünk. Befejezett utazás. Hát, ja igen, mert megérkeztünk ide az orosz földjére. Ez micsoda még? Levadászott, szelídített állatok, és szerintem... Ja, itt vagyunk. És ez pedig... Megint egy nyitott jutalom rejtek hely. Hát valószínűleg, hogy ez most mi? Ezt most megint nem értem. Ez most itt egy... Jó, ezt még nem fogtam fel, hogy itt mi történik, hogy én itt szerintem ki tudnék pakolni dolgokat magamtól, gondolom én. Ki tudnék itt pakolászni dolgokat, de hát jó, majd egyszer lehet rájövünk, hogy ez miért jó. És itt is tudok aludni. Takar-makar. A takar az én vagyok, de ezt nem értettem, mit akarsz tőlem. Megyek vadászni, asszony. Azt nem tudom, akkor most hova menjünk vadászni. Azt mondja nekem, hogy ez itt könnyű. Hát lehet, hogy elmegyünk, mert ebből, megnézzük már kézművesség, mert már nem tudom, melyikből mit lehet, de mindjárt kitaláljuk. Ez mi az a csali? Csalit készíteni,
Jaj, közeli állatokat oda vonzuk, az nem érdekes. Kellene nekem valami táska, de azt hol néztem én a múltkor? Vadász, öv. Itt farkas is kell hozzá, kecskebőr az van. De ez nem is tudom, milyen pofa ez. Hát én nem is az vagyok. Hát várjátok már, nem tudom, bélből készült táska. Ja, itt van a vaddisznó bőr. Én szerintem ezt néztem. Ezek itt kik? Azt se tudom. Mi, kik ezek itt? Nem tudom. Szóval nekem valószínűleg, hogy ezt nézt. Ja, igen, mert itt van ez. Ja, és ezt tudom frissíteni. Ja, igen, ott van a követelmények, a frissítéshez. Ja, itt néztem. Hát, jó, ezt kell nézem, ez ők, én nem tudom. Szóval ott van a dolbő, tehát hármat kéne, három ilyen vadkutyát kéne megöljek. Aztán nem tudom, majd biztos még lehet frissíteni tovább, növelni, de szerintem azt először, hogy legyen több nyilvesszőnk, utána megyünk majd vaddisznót ölni, ha már van nyilvesszőnk. Apá, bocsánat. És ahhoz, mert ezek is ilyen frissítések, hát nem tudom. Na jó, oké. Nézzük, hogy van-e egyes gomb, nincs, most ezt nem nagyon értem, hogy nincs, ja de itt van, akkor miért nem adta az előbb, jó, van öt nyilvesszőnk, az szuper. Igen, ezzel a nézettel lehet nézelődni, de én most úgy megyek vadász. Ezen a térképen amúgy lehet bejelölni is, azt még úgyse próbáltam. Kipróbáljuk. Jobb, mert kivel lehetett jelölni. Jó van, akkor. Akkor, abba az irányba. Aha, jó. Jó, hát innen majd megtaláljuk, csak itt ilyen szakadékos a vidék. Innen valahogy le kell jutni. Jó, hát majd idővel felfogom én is, hogy ezek itt mik. Igen, ezek itt kecskék. Kecskékkel nem olyan tudok mit kezdeni. Őzikékkel se tudok mit kezdeni. És az abba az irányba van. Hogy lehet az abba az irányba? Hogy én vagyok? Ja, hogy én ennyire hülyén elkanyarodtam. Ja, mert itt a sziklák miatt. Lehet, hogy itt le lehetett volna jönni, és kicsit elkanyarodtam. Aha, jó van. Váltak erre vissza. Hát ezeken a területeken elvileg, hát ugye ezeket itt én megöltem. Én gondolom, hogy nem, vagy visszateleportálnak ide ezek, vagy visszaspawnolnak, vagy nincsenek, nem jönnek már ide vissza. Hát mindjárt kiderül. Egy gyújtó nyilvessző, hát az nem kell. Ez jó kis tábor egyébként, hogyha az ember itt is csinálhatna egy ágyat. Na oda kell nekünk, igen, oda kell nekünk átmenni. Ezek a hangok, gyerekek, hogy tudnám ki kivel van. Ez itt milyen állat? Nem, ezek őzek, csak itt jönnek ismerkedni velem. Aha, mert itt már oda lehet, fel kell menni oda a sziklák tetejére. Az meg lehet. De milyen állat vagy itt előttem? Ja, ott egy elefánt. Hello. Ott egy elefánt. Vagy mamut. Nem, az szerintem elefánt. Igen, ez nincs. Ez mi? Nem tudom, mit nyomtam. Jó.
Hopp, itt van valami... Hát valószínűleg itt nem tudok bemenni, nem tudom mi ez. Megvárjuk, hogy eltűnjön a nézet. Ja, oké. Hát ez nem tudom, mi ez a nyílás. Elképzelhető az is, hogy egyszer ez ki fog nekem nyílni majd, vagy én nem tudom, mit lehet ezzel. Megnézzük, hogy szét tudom-e ütni. Ó, nem, hát szét tudom ütni. Mit találtam? A csomagot tele van, égerfa. Ja. Hát akkor nem tudom. És itt most visszanézek megint. Ja, hát akkor ez oké. Csak... Ott fa volt. Jó. Hát nem érdekes. Na megpróbálunk akkor felmenni. Mert elvileg, ugye ott... Hol van? Ó, ott lehet mászni valamivel. De nekem nincs olyan, amivel én tudnék mászni szerintem. Tudok? Nem tudom, hogy mivel lehet. Azt szerintem olyan tuti nincsen még. Na már itt vagyok közel. Az egy nem tudom mi. Jó. De most nekem mindenképpen az kéne, hogy tudjak... Hoppá. Tudjak nagyobb tegest csinálni. Nem tudom, elefántok megkergetnek? Ja, ez már az, várja. Ez már az volt. Ez már egy olyan állat volt szerintem. Igaz? Te az vagy? Az, hát. Aha. Jó, hát oké. Tehát helyben vagyunk. Ó, tudnám, hogy milyen hangok ezek, jesztusom, hogy idegesítenek itt ezek az őzikék. Őzektől is félni fogok, meg a saját árnyékomtól is. Azt hiszem, hogy hármat kell, vagy jól emlékszem? Azt hiszem, hogy hármat kéne. Hát oda kéne feljutni, vagy ott, lehet, hogy ott fel tudok mászni. Ha, akkor, mert nem tudom, nem akarok már a világ végéig elmenni, hát... Nekem ide kéne jöjjek, és itt elvileg, ha én itt fel tudnék mászni, az tuti lenne. Tudunk? Ó, hogy ne tudnánk. Ez itt így nagyon jó. Oké. Ez itt jó, hogy itt biztonságban vagyunk, bárki jön. Oké, na, másszunk még. Ezt majd, ezt a lejáratot itt meg kell találjuk majd, hogyha... Hogy is van ez? Oké, csak így nagyjából, hogy itt le fogunk tudni jönni, hát igen, vagy erre tudunk, hát nehéz, hogy is jövünk le, mert itt ugyanúgy szikla van végig. Na jól van. Majd egy ilyen fát kell itt keresni valahol. Hát menjünk már. Hát itt... Nem nagyon tudom, hogy... Aha. Úgy megyünk, hogy én szeretném őket észrevenni előbb, mert az előbb is ez így jól működött. Aha, de innen nekem nincs ilyenem. Ilyen grappling, lókézművesség, aha, hogy ilyet kéne még csináljunk majd. És akkor tudnánk egy csomó mindent csinálni. Majadsz, hát az ott... Az malac volt. Na nézzük. Összetoljon magam ezektől. Az üldözte őket pedig. Jó, ott üldözi. Aha. Hát nem csináltál. Ez, és te mi voltál? Te is az voltál, nem? Amire... Nem, ez nem az volt. Ez nem az volt szerintem, ami nekünk kellett. De pedig itt vagyunk a célnál, mert itt kéne, hogy legyenek valahol. Ott, az viszont ott egy malac.
az határozottan úgy néz ki, mint egy varacskos disznó, de az biztos, hogy az a malac, ami nekem kell, amúgy. Nem tudom, de megpróbálhatjuk amúgy. Malac az támad, hogy meglátod? Úgy néz ki. Aha, a malac az támad. Nem szaladunk. Hova szaladnál már? Vadisznóbőr. Ja, hát akkor... akkor mindent egybe. Akkor igaz, hogy azért jöttünk, hogy vadkutyákat keresünk, és találtunk vaddisznót is. Az jó. De most ha megnézzük, itt eljövünk egy ilyen kis félre vonulunk, és most megnézzük, mert ismerkedünk a játékkal, és megnézzük a kézművességbe, hogy most akkor hogy állunk. Hát van egy vaddisznóbőrünk, igen. És ebből csak egy van. Igen, az, a másik az valami, nem tudom mi volt az a másik. Az valami fekete izé volt, nem tudom annak mi volt a neve. Na mindegy. Valaminek hallom a hangját. Jó lenne látni is őket. Mi ez a... ez a sáv, ez itt mi? Körbe van pisilve? És az ő területük? Vagy mi ez? Nem, itt ment valamelyik állat, itt ment. Szerintem ez annak a... annak a szaga. Na jó, de valahogy itt kellene, hogy legyenek szerintem. Valahol itt kell, hogy legyetek. Hol vagytok? Néha hallom, hogy itt csörtetnek, de... nagyon eljöttem. Hát, egy kicsit már eljöttem. Nézzünk vadásznézet. Semmit nem látok. Á, valami röfög. Valami röfög. Valami röfög, csak nem látom, hogy hol. Várjunk. Ja, az ott egy malacka. Hát ez... ez már elment. Jön. Aha, jön valami, csak hol? Ez itt egy malac. Hoppá, mellé. Ezt megöltem? Vagy elszaladt ez is? Ja, megvan. Hát egy malac legalább van. Most az íjammal mi lett amúgy? Ja, megvan. Egy nyilvesszőm van. Hát az, ugye ez nagyon jó. Egy nyilvesszőm van. Az nagyon jó. Hogy kell nyilvesszőt gyártani? Ezek mind nagyon jó kérdések. És ilyenkor lepauzíztam a játékot? Ilyenkor nyugodtan lehet kézműveskedni? Mert most akkor van nekem... melyik volt? Nem ez volt. A vaddisznósat, azt megcsináltuk. Akkor van egy táskánk, elvileg most nagyobb lett a táskánk. Ja, 4 darab ilyen vadkutya izékel. Igen. Ja, és ehhez is most már dolbőr kell, aha, hogy még nagyobb legyen. Tehát most ebből a kutyából kell, hát a vaddisznó részt azt kipipáltuk, úgy látszik, most már kis állatokat kéne, meg a nyilvesszőket. Ez lándzsa, mondjuk a lándzsát is jól lehet csinálni, de hát ez mondjuk van mindenem, nem a lándzsához? Hát hogy nem? Én szerintem van simán mindenem. Én meg itt vacakolok, azt tele vagyunk lándzsákkal. És nyíl... ez azt mondja, hogy nyílvessző. De most... nyílvessző. Ez
Nyilvesszőt, ezt most nem nagyon értem egyébként, hogy ez hogy fog nyilvesszőt gyártani nekem, amikor... Hát amikor nyilvesszőt nem is gyártottunk, az valahogy úgy lett. Nem tudom, hogy hogy, de az csak úgy lett. Hogy ilyenkor kéne nekem lemenjek és odalent keresgélni. Mert ugyanis az a helyzet, hogy... Nézzük már meg még egyszer, de... Hát... Ja, egy nyilvessző az is utolsó nyíl. Hát most utolsó nyíllal én nagyjából mit kezdek? Utolsó nyíllal, mert úgy nagyjából semmit. Tehát jó lenne akkor lemenni, hát valahol itt volt. Talán itt valahol. Lemegyünk oda, és meg amúgy is megy le a nap, én nem is tudom, hogy miért van ez, de... Ez mi? Lemegyünk, gyűjtünk egy kis nyilvesszőt, mert ez így nagyon nem lesz jó. Hol jöttem én ide fel? Meg kell keresni, hogy hol jöttem ide. De valószínűleg nem itt, mert hogy hol vagyunk itt kijelölve? Hát valahol itt jöttem fel, csak nem jelöltem be, de itt van a kapu. Tehát akkor, ja, itt van ez a kereszt izé, akkor itt lesz, aha. Nem tudom, mi van itt éjszaka, elszabadulnak a dolgok. Éjjel, aha. Éjszaka egy sötét, veszélyes hely. Hát pont ezt kérdeztem, hogy mi van éjjel? Látótávolság alacsony, több ragadozó jön ki vadászni. És fegyverek gyújtása. Hát nem, az a probléma csak ugye egyetlen egy ebbe az egész éjjeli dologba az, hogy hát nyilvesszőm sincs, tehát az ügy az úgy mókás. Na jó van, hát te kellettél nekem, meg te is kellenél, csak... Visszaszedtük a nyilvesszőnket? Remélem. Az a baj, hogy... Jó, oké, értem én a vágyunk. Mivel gyújtottam meg? Ez nem... Vagy ezzel? Ha így. What is new? Nem kell ez most. Remélem nem jössz utánam. Nem. Hát kéne, hogy keressünk akkor. Kellene, hogy keressünk valami lőszernek valót, mert így nem lesz jó. Hát hol van ilyen? Hát csak itt a vízparton, nem? Ezek is mik? Ezek is azok a kutyák lennének? Mert most így elvileg, hogy nagyobb lett a táskám, ezt össze tudom szedni. Igen. Aha, most így össze tudom szedni, mert... Aha. Vagy nem, azt mondja, hogy tele van. Hát akkor nem tudom. Jó, itt végig sétálunk már, mert... Ja, itt egy nád. Ó, itt van. Ez elvileg, ez ebből van a nyilvessző, nem? Nézzük már meg. Hát nem. Jöjjünk már, hogy kell nyilvesszőt csinálni, mert megbolondulok itt. Ez is miért pirosan villog? Na jó, jöjjünk már rá, hogy kell nyilvesszőt csinálni. Vagy lehet bemegyek mindjárt a menüpontba, megnézem. Én nem tudom tényleg, mert itt van ez. Vagy ez is tönkre fog menni. És lehet, hogy azért villog ez is, mert ez is tönkre fog menni. Takar barlangja szint 1. Mert ebből is lehetne... Ha, mert hogy ebből is lehetne nekem... Jaj, déli kőzetpor, dél, igen. Meg a Dakar barlangját megtalálni, és akkor elvileg lehet jobb íjam.
Ezekből meg a két doll bőröm van, de nem tudom a nyilvessző kérdés, ez hogy van. Mert hogy ezt nekem nem kell soha csináljam. Itt ez nulla. Ezek nem, ez a csaj, oké, okay, hogy ez megvan, az Ájla kunyhója. Ja, azt is tudnám frissíteni. Ezt nem tudom ki. Vagy hát ez még lehet, nem találkoztam vele, vagy nem tudom, az a ki. Hátizsákom. Igen. Ha menjünk a segítségbe. Nem tudom. Éjjel bagoly. Élelmiszer, egészség, felfedezés, fegyverváltás. Megnézzük már, mi ez. Most voltam fel egy új fegyvert. Azonos típusú fegyver közötti váltáshoz. Ja, vegyünk, lehet, hogy is a Q-val. Na várjunk. Igen, az lehet, hogy úgy. Várjunk, így. Nyomjuk le a Q-t. És itt van egy craft. Gyártja a nyilvesszőket. Oké. Mennyit tudok csinálni? 8. Full ammo. Ja igen, mert hogy még az nem lett. Aha, jó, de így most full ammo-ba vagyok. Na az úgy jó, végre már. És ez mit csinál? Ezt is. Ezzel nem tudom, mit tudok csinálni. Jó, de legalább. Ó, nyilvesszőim megvannak. És azért. Aha, azért villogott, mert hogy kifogyott. És ez pedig nem villog most már, mert most már elvileg jó. Ó, jönnek a barátaim. Hát ezek azért jönnek, hogy. Ezek azért jöttek pont hozzám. Örülök nektek. Most csak meg kell, hogy találjam őket. Ott az. Nem, az nem az. Ó, bocsi, nem akartalak már csak. Ez mi ez? Meg malacot lőttem? Vagy ez milyen? Vagy a vaddisznó? Ezt nem is én öltem meg? Ezt nem is én öltem meg. Tudom, hogy kik ezek, akik itt. Ez is az. Ezek megölte nekem az őzi. Nem, vaddisznót öltem is. Hát ezek aztán tudnak élni. Ja, ez meg farkas volt. Hát farkasokat így egy lövéssel. Az nem gondoltam volna. Na elvileg, jöjjünk már ide vissza, mert elvileg, ha minden igaz, visszajövök ide a tűz környéke, mert hát, ha ide nem jönnek be támadni engem, akkor nézzük már meg, hogy akkor ezeket most meg tudom csinálni. Mert itt, ja igen, a táska, de nekem ez lenne nagyon jó, hogyha ez, oké, azt megcsináltuk, és akkor most 16 nyilvesszőt tudok magamhoz venni. Fejlesztés 24 csak ahhoz nekem. Ez, várjátok, az mi a francot? Mi az, hogy tapasztalatok kettő? Lejök már ide. Na, így se látszik jobban, nem tudom. Viszont akkor még ehhez még kell kettő, hogy a táskám még nagyobb legyen. Jó, viszont akkor most tudok nyilvesszőket még nyomatni bele. Aha, mert oké, 16, az már még jobb. Hát mondjuk, ha kettőt még találnék itt, az mondjuk tuti lenne, mert akkor már két ilyen kis cukorborsót, akik ilyen vadkutyát, ilyet. Ezek jöttek itt vadászni, van itt farkas, minden. Az éjszaka az vidámabb, úgy látszik, mert itt visszahúztuk. Az ott egy, nem tudom milyen állat, de farkasnak kinéző. Aha. Elkapta. Elkapott egy valamit. Ketten vannak. Ja nem, az kecskét. Ja, nem láttam, hogy mire vadászott. Farkasbőr. Hát úgy látszik, farkasbőrre is szükségem van.
Azok ott mik? Ezek csak kecskék, az nekem nem kell. És az? Az megint egy farkas. Egyszer kapott az oldalába. Ez így nem jó. Elszaladt. Aha, csak jönnek át, szerintem többen. Aha. Hát még vadászni akart így, hogy nyilvessző volt az oldalába. Nem tudom, farkasbőr, hát biztos az is kelleni fog, mert ha miért ne kelljen, hát tudja, hogy kelleni fog. Hát nem lehet boldog élet a kecskéknek se, ott is egy farkas. Megpróbáljuk fejből jönni. Nem találtuk el? Ez meg fölé lőttem megint. Még egy. Két fejessel azért ki lehet nyírni a farkast. Elvileg visszaadja, általában visszaadja a nyilvesszőt is. Ja, itt meg megy a halászat, várjatok már. Ez itt mi? Ho-ho-ho-ho! Megy a halászat? Mi ez itt? Szerintem igen. Ez megint mi volt? De nagy sumákok ezek. Ez is. Ebbe is volt egy nyilvessző már. Ez megint egy ilyen elszaladt. Hát nem tudom hány farkas töltem. Jó, majacká. Nem, azért nem kellettél volna igazából. Nem, már benne vagyok a vízbe, nem tudok lőni. Vigyázz, mert... íjazni azt szeretek. Na, feljött a nap, itt szerintem vége lesz a mókának mindjárt. És szerintem, hát megnézzük már milyen, mik vannak itt. Ezek itt sziklák, ez. Hirtelen azt hittem, hogy valami állat, mert ezek itt azt levadáztak egy csomó minden. Jól van, akkor megyünk erre tovább, de megnézzük már, hogy most akkor mi lett nekünk ebből, mert most ez ilyen vadászós nap ez a mostani. Még csak két, akkor két kutya még kéne. Kettő kutymorgó kéne. Most megpróbálunk erről kerülni. Vajon, hogyha ezek futnak, azok általában azért futnak, mert hogy valaki üldözi őket. Mert... vagy nem. Az ott milyen állat? Nem, azok kecskék voltak. Ezek a hülye kecskéket, hogy összekeverem. Na, igen, ebbe az irányba megyünk, csak... ura volt, hogy tényleg ott miért futottak ezek felém. Nem tudom, hogy valaki üldözte volna őket, vagy valami. És elvileg ilyet tudok magamhoz venni. Aha. Most már nem tudom, miből lesz a nyilvessző, hogy... tehát most hogy? Ez most nyomom, de... miből lesz a nyilvessző? Hogy ebből a fából... a fából lesz, vagy pedig a bambuszból, vagy mi a fenéből itt a... na hát nem tudom, majd kiderülnek ezek a dolgok. Jó van, keresünk még két ilyen vadkutyát. Honnan? Hallok lépteket, de eskü nem tudom, hogy honnan. Hát hol? Hát itt szikla van.
Hát ebben nem nagyon akarnék most bemenni, mert régen, amikor játszottam, egy gyanús, hogy van, amelyikben van krokodil, szóval itt most azért annyira nem akarok. Illetve ebbe az irányba, hogyha elmegyünk, igen, mert itt is fel lehet idejönni. Ez itt nem tudom mi, ismeretlen hely. Csak most nem nagyon akarnék ilyen dolgokba belemenni, mert igen. Mert most legelőször én igazából szeretnék még kicsit fejleszteni a kis táskámon, meg hát ez gyönyörű volt, ez hibátlan volt, hogy ellőttem itt, mert ezt megtalálom egyébként, hogyha a nézetemmel, a nyilvesszőjemet, amit így ellőttem, vagy annak úgy annyi. Hát szerintem meg van rá az esély, hogy annyi. De most kipróbálom, mert most, na most akkor tényleg miből lesz a nyilvessző? Szedünk egy ilyen égerfát, de és most megpróbálok nyilvessző. És az égerfából lesz. Akkor viszont abból a bambuszból, abból milyen franc lesz? Akkor mégiscsak ebből az égerfát. Akkor ilyeneket még szedünk, hát itt van. Akkor most teleszedjük magunkat ilyennel, mert akkor mégiscsak ebből lesz. Hát itt is itt van. Itt is itt van már eldobva egy csomagot tele. Milyen csomagom, de ezt nem tudom felszedni. Ja, hogy az a csomagom van tele, hogy nem tudom felszedni. De ezzel meg felszedi. Vagy ja nem, az égerfa volt, ez meg kemény fa. Oh man, oké. Okay. Na jó, mindegy, ez így viszont szerintem így jó, jó lesz, csak most már legalább azt is tudom, miből van a nyilvessző, mert ez egy jó kis kérdés volt eddig. Na visszamegyünk, hát még két ilyen nyomoronc kutyát még találnunk kell. Én szerintem az elefántok is, hát nem tudom, okos állat meg minden, de szerintem az is megkerget, hát nem tudja, hogy én minek jöttem, hogy barátkozni jövök, vagy nem. Úgyhogy szerintem itt visszafelmegyünk, és keresünk még, ez a nap ez ilyen kis vadászós, mert halászós, vadászós, madarászós, mert egy kicsit muszáj, mielőtt így elindulunk kalandozni, egy kicsit muszáj feltúrózni magunkat, hogy legyen nálunk elég nyilvessző, mert meg ilyesmi, úgyhogy ez most, ezt rá kell szánni ezt a kis időt erre, hogy már meg hát, hogy látjátok, még fingom nincs, nem volt az előbb még, hogy miből lesz egy nyilvessző, tehát még úgyhogy, de most már azért úgy alakulni fog lassan szerintem így minden. Na, hogyha valamilyen valaki. Nem tudok feljönni ide? Nem tudok. Hát még emberekkel is simán találkozhatok, csak most az ideig nem akarok olyan helyre menni, mert ott mutat helyszíneket, hogy hova menjek, de direkt nem akarok már olyan helyre menni, mert legelőször szeretnék találni. Ezt még jó lett volna mondjuk bejelölni ezt a helyet, de lehet, hogy megtalálom a nélkül is. Hát talán megtalálom, mert hát igen, itt van ez a izé, tehát valószínűleg itt valahol lehet a lejáró, ahogy majd hazamegyünk. Igen, most fullamóba vagyok, tehát nem azt mutatja, hogy csak látjátok itt az a helyzet, hogy én arra emlékszem, hogy régen, amikor játszottam, hogy elindultam befele a dzsungelbe, és ott már nem nagyon találtam nyilvesszőnek való fát, mert itt is másfajta fák vannak. És szóval azért kell, hogy legyen, mert aztán jön minden, meg lövöldözni, meg vadászni, meg minden, és utána elfogy a nyilvesszőm. Tehát egész egyszerűen itt, ahol van, itt kéne valahogy teleszedjem magam alapanyaggal, ilyenekkel, kemény fa. Hát, most meg lejövünk a végén, de kicsit balra, mondjuk itt vagyok most, ahol ezeknek kéne, hogy legyen, viszont itt most, hogyha kicsit elkenődök balra, mármint így, akkor megyek a kérdőjel felé. Ó, ez meg milyen majom hang volt itt. Szétnézzünk már innen fentről.
Itt is van egy mászóhely. Hát ide nem akarnék beugrani. Jézus, ez milyen hang? Hogy ez nem is lentről jön, lehet, hogy fentről jön. Az jó. Ezek emberek várja. Azok olyan, mint ember hangok lettek volna. Na várjunk, hát... Ja, itt van előttünk. Hát jó, a végén lehet, hogy tényleg az lesz, hogy elmegyünk arra, mert nem találok egy kutyát se, lehet éjjel megöltük őket. Nem tudom, éjjel lehet ki kell jönni, aztán akkor lehet itt vadászni mindenre. Hát az már mamutnak kinéző valami állat. Itt meg majom hang. Vagy nem biztos. Ott van fent. Hello. Akkor oda felmegyünk, érted? Itt kukucska. Itt röhögött. Ez nem is majom volt, hanem... De hol van? Itt lőttem le. Na, nézzünk egy ilyennel. Jaj, itt van. Jó. Ó, ott megint kövek vannak. Szóval olyan hülye hangok jönnek, vagy az még mindig az elefánt. Na ott van, itt megint emberek laknak szerintem. Ja, itt van, igen, eljöttem, itt vannak. Azok tuti emberek. Őj meg, betolakodok, és menj meg a foglyú lejtett vengyát. Most direkt nem akarok, ez majd jó lesz majd legközelebb, csak én még most szeretnék egy... Igen, itt kiabálnak emberek. Aha. Szóval ezek a kutyák, ezek olyan hangot adnak. Itt van, itt jön. Nem látom. Szóval. Jó, hogy ez megsebesült. Hogy ez egy ember, aki megsebesült. Ja, ott egy ember hangál. Jó, azok vadásznak. Tudok meg benneteket. De hol van a... Hol van a kis állatunk? Mert szerintem... Az rohant erre, nem? Vagy ez mi volt? Ez egy őzike volt. Ez nem az, amit én akartam. Ja, ez is az. Hello. Hát mi van itt? Ezek ilyen sportvadászok? Hogy... Hát nem tudom, most azt... most lemenjek, öljem-e meg őket, de... Ja, most tényleg azt az egy darab ilyen izi állat kéne már, csak ilyen vadkutya, mert azt hiszem, hogy úgy állunk, hogy... igen, tehát egy darab ilyen vadkutya kéne, és akkor a táskám megint nőhetne. Hát ezt már nem tudom, ezt most nem tudom növelni, mert nem tudom, mi ez a tapasztalatok, vagy ezt... Hogy ez itt van a készségekben, nem tudom, az mi az, hogy tapasztalatok, az majd kiderül. Ezt viszont még egy kutyabőr kéne, és akkor növelném, hogy több mindent tudjak, vigyek magammal, 12 helyet 20 hús, meg stb. Jó, szerintem ez még jó lenne. Ó, hát hol? Hol röfögsz? Itt. Az anyád mindenit. Hát ez milyen állat volt? Ja, hogy te. Ó, hogy rohadj meg. Hát megölnek mindjárt. És most meg rohannak el azt a bizéket neki. Hallottam. Ó, ennyi volt. Itt adtad fel a dolgot, de nem baj, csak... Hol a barátod? Az is kapott egyet, csak szólok.
Remélem, az... Remélem, hogy az ő. Nem, ez itt le lehet menni. Ez nem... Ja, hogy itt van. Ez meg eddig jutott. Hű, mekkorát belém döfött a kis rohadék. Nem is láttam, hogy hol van, csak hallottam a hangot. Ezek lehet, mint a T-rexek, vagy nem is. A raptorok, ja, azok támadnak így, hogy egyik odáll, a másik az meg így oldalról, belém döfött. Hát még egy ilyen vadkutyát azért jó lenne találni, és akkor azért így meg is lennék, akkor már csak. Ezek nem jók nyilvesszőnek, úgy látom. Az ott mi? Előttem. Az az, szerintem. Ez szerintem az volt. Vagy nem, ez is valami fekete. Hát ez mi a franc? Ja, ez ilyen fekete dold, az nem jó hozzá. Ilyen fekete vadkutya, de az... Az előbb is néztük, hogy az nem ugyanaz, mint a sima. Azt hiszem, látok már, mert rossz gombokat nyomok itt. Nézzük még egyszer. Azt szerintem az nem jó hozzá. Hát az nem jó. Hát nem mindegy ennek, hogy fekete vagy nem fekete? Én nem is értem. Még lehet, hogy majd valamikor meg az fog kelleni. Na nézzük. Te az én, ez nem fekete. Végre. Ez már végre nem fekete volt. Na, akkor viszont ezt már bekézművessé jegyezem itt. Igen, 4 megvolt. Oké, és most már aktuálisan megvan. És ebből is az, mi ez, hogy ja, jagbőr. Hát, azt még olyat nem is láttunk eddig. Jagbőr kell. Ide meg valami tapasztalatok. Ide meg nem is tudom, hogy ebből lehet ezt fejleszteni, vagy ezzel mi lesz. Ezt bár itt azt mondja, hogy lehet fejleszteni, de még nem írja, hogy haladj előre a történeti, ja, hogy majd a történet alapján is majd, oké, hogy úgy lehet, ezt lehetne, csak ehhez valami ilyen északi, nem tudom milyen fa kell, nádas az van, csont is van, csak majd kell majd valami, és akkor lehet erősebb láncsát, ezt viszont, egy takar barlangját meg kell találni, meg ilyen köveket majd ezeket. Jó, hát az mindegy, de amit tudtam, azokat legalább megcsináltam, mert... Ja, és van egy pontom, hát az egy pontot még azért megnézzük, hogy... Primitív gyógyítás, tartsd lenyomva, manuálisan gyógyítás, lássák, élelmiszer menüben. Hát, oké, a gyógyítás, ezt is megnézzük. Gyógyító futásja, hogy én tartsd lenyomva a kontrollt, gyógyíta, igen, miközben sprintelek. Mind a két gombot lenyomva kell tartani, és akkor meggyógyulok a futástól. Hát, az jó hangzik. Amúgy jó, mert hát, hogyha üldöznek, az akkor az jó hangzik, hogy attól meg tudok gyógyulni. Hát, jól van. Azt is meg kéne nézzem, tényleg ki kell próbálni, hogy mi van otthon ezzel a... Hát most tényleg tanulom a játékot, hogy ez most hogy zajlik, de... Kemény fát is szerzünk, az kelleni fog a lőszer, ez hogy állunk most? Teszünk 16, jó. És akkor... Lehet visszamegyünk a Csajszihoz. Visszamegyünk először a Csajszikámhoz, és megnézzük már ott, mert nem tudom azokat a... Az ügyes volt. Vajunk hol van? Itt kell lejönni? A valahol itt. Valahol itt, mert hogy... Ja, pont itt. Oké, jó helyen vagyok. És meg kéne nézzem, hogy mi ez a kipakolás dolog ott, azt nem tudom. Mert lehet, hogy tényleg ami felesleges dolog, ami most nem kell, azt lehet, hogy ott ki lehetne pakolni. És akkor az ilyen... fekete dól, meg vaddisznóbőr, meg mit tudom én, lehet, hogy most ez per pillanat nekem nem kell, és akkor viszont lehet, hogy a súly miatt jó lenne, vagy nem tudom mi miatt lenne, vagy a farkasbőr is. Egyelőre nem kell a farkasbőr se, tehát... Hát...
Ti meg teknősök vagytok. Teknősökkel mit lehet kezdeni? Semmit egyelőre, mert gondolom, hogy valamivel szét lehet őket ütni, vagy nem tudom. Tudnám, ki kicsoda itt. Megpróbálunk itt felmenni a másik irányba. Titeket nem bántalak. Azt kéne, azt akarom megnézni, hogy mi van akkor, mert az előbb is annak körtettem, de mi van akkor, hogyha eljövök itt a vízparton, és itt valahol itt is megy egy út amúgy, de hogy igen, tehát hogy valahol itt, és itt feljöjjek. Ne kerüljek már akkora óriási nagyot. Egy ilyen hazafutásnál. Ott van valami fehér, az nem tudni, hogy az is micsoda, milyen állat. De most egyelőre nem kell szerintem. Arra nem tudom, hogyha én most oda megyek, nem biztos, hogy már fel tudok jönni. Lehet, hogy itt kell. Ja, mert itt megy az út. Az így jó. Ja, tök mindegy, mert... Ja, de nem tök mindegy, mert itt nem fog... Itt nem tudtam volna feljönni. Aha, jó. Igen, ez is ugyanaz. Jó, hát... Szép nagy terület ez, ez így bejárkálni. Ez is itt például mi a franc. Ezt már néztem a múltkor is, hogy... Mert az a mi barlangunk, és ez a barlang. Biztos be akarok ide menni. Hát, vagy lehet, hogy ez egy olyan barlang, hogy ide költöznek majd a többiek? Nem tudom, ez mi. Ja, átlyukadok valahova, várjatok már. Hova? Ja, hogy ennek a másik oldalán. Az tök jó. Ja, itt át lehet ide jönni valahogy. Le lehet rövidíteni. Na, az tök jó. Oké. Jó, hát most nem akarok, de ez egyébként tök jó dolog, hogy legalább tudjuk. Jöttünk ki, ez a... Ez, nem? De. Nasata, Prashtar. Miért beszélsz el milyen csúnyán? Majdnem meghaltam, kézzel eljöttek a vaddisznók. Megnézzük már, hogy lehet innen kirámolni, vagy ki lehet egyáltalán valamit nyitott jutalom, mert ez... Hogy van ez, hogy 200-ból 4, de igen, az van nálam. De akkor ezek szerint még két, tehát 200 elfér ebből, és ja, és van nálam, aha, hogy itt van például az a kemény fa, ebből van nálam most 62. Hát azt nem akarom kipakolni, mert az ugye kell állandóan, a kovakőt se lenne jó kipakolni. Ja, hát most már viszont egész sok fér nálam amúgy, vagy várjunk, nem biztos, mert a hát, várjunk, hogy van? Nem, a hátizsákot kell nézni. Mert az én, azt nem tudom, akkor az test, vagy ez az test, amit most éppen nézek. Még elképzelhető, hogy abban... Mert most akkor a hátizsákban 12 per 16... Ez 16-16, akkor vissza az egész, mert... Igen. Állatbőr. Azt, hát az mondjuk jó lenne kipakolja, vagy az hogy kell innen... Vagy ebben nem tudok...
Mert nem mindállatok, a készít bunkó láncsákat, fegyver, szilánkokat, szúró bombákat, hogy mi? Oké. Okay. Ebben nem tudom, ide nem tudok bepakolni. Már lejövök már ide, mert itt van egy... Ebben, mintha ez üres lenne, vagy... Vajon nem ez az? Az melyik volt? Nem. Itt, ahol élettem valamelyiken, valahol, ahol itt élettem, itt volt egy olyan, de... Hát ezt már a legöregebb indián se tudja, hogy ez most melyik volt. Főbb helyszínek semmi. Hol keltem én életre? Falu. Jó, akkor majd látjuk legközelebb, hol életek, mert ezt nem tudom megtalálni. Mert ott is volt egy ilyen. Vagy akkor is ezt láttam, és innen mentem arra, vagy nem tudom, én most nem tudom már, hogy volt. Mert itt egy ágy. És az alvással mit csinálok? Átalszom az éjszakát? Vagy nem tudom. Na, hát mindegy, ezek majd még kitaláljuk. Nagyon csúnyán beszél velem az asszony, szerintem el is megyek én a világba, aztán, sőt, többet nem látsz, asszony, úgy elmegyek innen, hogy fáj a kezed. Na nézzük, hát legközelebb, hogy hova kéne, hogy menjünk, mert itt már szerintem, hát ennél most nem tudok jobban, nem tudom jobban kézműveskedni magamat, mert ugye ez már, igen, itt majd jakot kell, az nem tudom, hogy hol lesz, vagy mi lesz, hát nagyjából nem tudom tovább. Ezt se tudom a dárdát egyelőre. Szóval egyelőre ez itt most megakadt, megrekedt ez a dolog. Úgyhogy legközelebb akkor most egy ilyen vadászós napod, de hát muszáj volt, mert fel kellett az eszközöket kicsit turbózni, meg itt megismerkedtem a dolgokkal. Rájöttem, hogy kell, meg miből készül a nyilvessző. Alapvető dolgok nagyon fontosak. Viszont szek. Itt is van egy ilyen. Ott szerintem nem is. Itt voltam, itt nem voltam. Na, a legközelebb, majd megnézzük ezt is. Lehet, hogy ott is tudok tárolni dolgokat, nem tudom, ezek, amiben rájövök. És akkor viszont legközelebb én elindulnék ide, megnézem ezeket. Ezt, hát akik itt vannak, sajnos azokat, hát úgy vagyok vele, hogy azokat sajnos el kell tenni ide, meg oda, meg lábalól. És hát jó lenne. De most nem tudom pontosan, hova kell, hogy menjek, de igényeld ezt a mágiát. Mi? Ja, hogy ez itt le tudok gyors utazni majd. Ja, az meg spawn pont, meg ilyenek. Aha, jó. Hát oda is, jó, oké, de ide el kéne majd, én szerintem mindegy, megyünk majd arra fele, de ide el kell majd jussunk ehhez a sámához, mert az... Hát az is lehet, hogy az nagyon soká lesz, de minden esetre, tehát oda el kéne jussunk, mert hogy tudjunk megtanít, megszelídíteni vadállatokat, meg baglyot, gondolom. Úgyhogy oda majd valahogy, de én szerintem legközelebb itt kezdjük errefele, és akkor az is lehet, hogy így megyünk arra, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy aztán hogyan alakul az egész. Jó. Jó. Úgyhogy várlak majd benneteket legközelebb, és köszönjél el szépen. Nagyon csúnyán néz, én nem tudom. Vajátok, lejövök már így. Megnézzük közelebbről. Lehet vele beszélni? Nem már. Urusis magis takar. Udijam shambi pachi haucha. Hamas pasta. Taníts akkor. Na, gyerünk, ne csak muszád járjon. Takar. Én vagyok az, bizony. Azt mondja, megtanít engem. De hát akkor tanítsál, asszony. Jól van, hát majd lesz valami. Jól van, legközelebb akkor tehát elindulunk, most már embereket is keresgélünk, meg hát aztán gondolom minden jönni fog. Éjszaka úgy látszik, hogy jönnek farkasok, meg mindenféle vadállatok, úgyhogy majd... Hát azokat majd lehet, hogy ilyen, hogyha tényleg ilyen nagyon durva medvék, meg nem tudom mik jönnek, akkor elképzelhető, hogy majd ilyen tábortüzeket kell gyújtani, vagy ilyen olyan helyeken kell majd átvészelni az éjszakát. Na nem tudom, majd meglátjuk. Hát, hogy medvék...
hogy medvék lesznek, meg farkasok, az is biztos, meg ki tudja még, hogy mik lesznek. Várlak majd benneteket legközelebb, és hát további kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok!